Köszönjük szépen! Mindenekelőtt engedjék meg, hogy most köszöntsem a jelenlévő és a készülékek előtt ülő édesanyákat. Sok szeretettel! És megjegyezném, nálam ismerkedéskor a gyermek nem akadály. Peti! Nálad nem a gyermek, a nő! Az egy akadály, mert ki az a nő, aki azt mondja, igen. Hát olyan, legalábbis ritka. Nem tudom, még mindig Japánban utaznék. Peti, Peti nevű kedves nézőnk Peti leveléből. Peti áll a ház előtt. Itt legalább ő. Peti nevű kedves le... Jó. Peti nevű kedves nézőnk leveléből. Nem már szinte kár idén. Megoldottuk. De hát várjál, az elmúlt adásban Gálvölgyi János azt mondta, hogy amikor a feldühödött medvével szemben áll, nem látja a szemét. Szerintem kérdezze meg tőle, gyúrunk vaze? Nagyon sokan jelezték, hogy mindig csak a műsor legvégén hadarom el így taps közepette a címünket, telefonszámot, meg ilyesmit, és ugye a telefonszám lenne arra jó, hogy önök jegyet rendeljenek, úgyhogy elmondom most, lennél kedves, köszönöm szépen, jegyet rendelni a 061-788-5401-es telefonszámon lehet. Ugye egyébként lehet levelet is írni, de nem bontjuk ki, 1117, de kibontjuk ki, vicceltem, 1117 Budapest Sopron út 40, csak nem olvasuk el. Teletext 637-es oldalát nézzék meg, ott nem lehet jegyet rendelni, a heti hetes kukac.rtl.hu-ra írjanak vicces e-maileket, de ne nekem, és www.rtlclub.hu, ez egy olyan weboldal, amelynek semmi köze a jegyrendeléshez. Köszönjük szépen! Laci, hányadik éve vezeted ezt a műsort? Mert? Gondoltam, hogy ha hazamész, akkor valaki egy táblával mutatja, hogy hogy kell bemenni a házba. Tehát... Nem tudok ilyeneket én így megjegyezni. Amellett tudod, ennek a pszichózisa az, hogy ha feltartják a táblát, akkor nem is jegyzed meg. Gondolom, ha egyszer nem tartaná fel, várjál, 0-1, nem tudom megjegyezni, igen. 700... A nézőnek ne aludjon el. Ne aludjon el, és akkor látja a végén. Ugye? A rohadt életbe. 788-54-01. Na? Fejből ment, csak azért mondom. Suga Krisztina már most azon aggódik, hogy mi lesz nyáron, amikor ugyebár hát nincs heti hetes, én tapasztalatból mondhatom, hogy ez a periódus is túlélhető. És hogyha... vagy nem? Tegye fel a kezét, aki beleóhajt halni. Vagy aki már... na jó, nem. Vagy aki... és akit nem láthatnak nyáron. Bajor Imre! Gálvölgyi János! Nádas György, Hajós András, Farkasági Tivadar. Tízezer forintot kapott egy bulvárlaptól az az olvasó, akinek sikerült lefényképeznie Gálvölgyi Jánost, amint bevásárlókocsit tol a felesége után egy áruházban, és nagyon nézegetik a bőröndöket. Gálvölgyiné azt is elárulta az újságírónak, hogy az ő Jánosa hidegen issza a tejet, a kiflit viszont meg szokta melegíteni, mert János így szereti. Így van. Én nagyon megható, hogy ezzel kezdődik a műsor, csak én úgy halkan megkérdezném, mert engem halálosan dühít, hogy mi van az ember személyisége jogaival. Hát az ember rablógyilkos, bróker, akkor például kitakarják az arcát. Én ezt fölháborítanak tartom, hogy mész mondjuk nem a feleségemmel, és mondjuk... Na most erre még buzdítják is az embereket, hogy kapjál le valakit, és azért pénzt kapsz. Én egész egyszerűen pofátlanságnak tartom, semmi másnak. Tehát nem vagyok én egyszerűen. Hát, ha én ezt tudtam volna, én tegnap találkoztam veled a közében. Találkoztunk egy postahivatalban, ketten dumáltunk, volt, hogy megpuszítottuk egymást, és lefotóznak, hogy együtt él. Szóval én boldogan vállom. Csak én ezt valami elképesztő. De az nem úgy szokott lenni, ha engem lefotóznak. De akkor... téged miért? Tedjében van olyan is, hogy híres embereket lehet. Akkor oda egy pasas, valamit cekkelje, és azt mondja, Miminek megfognál? Miért? Hát amíg lefotóznak minket. Hogy... De ez nem úgy, mert ez nem ilyen. De a Mimi miért viszi el a cekkert? Azt nem értjük. Ez tehát nem ezzel tetézik. Van ilyen telefon,
csak hallott, hogy valaki ott, nem tudom én. Én azt hittem, hogy az ügynök halálára fölött. De most a dobszerek között válogatok. Hát szóval azt, hogy bőröndöket néztem, édes Istenem, mert nem láttam. Muci, kell neked dobszer? Kell, kell, mert megsérült az ujjam. Bocsás, ne haragudj. Na csak azért, mert idegesek az olvasók, egy hete nem tudják ezt. Hogy mit? Mit? Hát ezt a nagy hírt, hát... Hogy mi van a Gárdonyi kifliével? Melegen szeretjük, kész. De nem, egyébként nem elrűtött eszembe, hogy a bevásárló központ azt mondta nekem egy pali, művész úr, maga egy dologra törekedjen, játszon színházban, azt mi nagyon szeretjük, a heti hetest azért gyűlölöm, mert nem is nézem. De nem tudom, miért vagy fölháborodva, azért lefotóznak téged, hogy vásárolsz. Nekem van olyan kollégám, aki... Nevesítik? Nincs az a fotós paparazzo, aki például le tudná fotózni fürdés közben. De nem kell úgy fölvenni hát ez ezt. Ez hihességi anekdota, igen. Hogy kerestek egy nagyon híres sláger szöveghírót, és mondták, hogy fürdik. Bocsánat, akkor téves is letettek. Most nem figyeltem, hogy a János végül is vett egy bőrönd off-shirt. És fürdőt. Na most nem, a fürdőkárba. Vettem egy bőrönd off-shirt, amiben melegen dugom bele a kiflit. Azzal tartja melegen. És lelöttyintem hideg tejjel. Ez még a Jáksonak is sok. Sőt, 18-as karika? Nem, nekem tetszik. Csak azt akartam elmesélni, hogy engem meg megkért... És semmi előjáték, vagy valami, vagy... Én hajós szegény akarom. Tényleg? Beszélsz? Beszélj. Én? Beszélj. Hát ne, be vagytok rúgva, én csendbe ültem. Na mondjad. Mint az eső. Nem is a hajós volt. Mondjad, Andiska, mire azt kell mondanom, hogy a Csonka Sanyika nagyon ügyesen focizik, és nagyon aranyos, aki 13 éves, és azt az üzletet kötötte velem, hogy ha ezt bemondom a tévébe, akkor meghívhatom fagyira. Fagyira már meghívtam, hát nem akartam átverni. De most anyák napja van, nem gyereknap. Anyák napja nem most van. Most de most van. Bizony, ma volt. Anyák napja ma estéje volt. Van már. Mikor van most eleve? Most, anyák napja. Most, most vasárnap van, melyik és most? Anyák napja van, és én anyának érsz. Megint? Mi van azzal az off-szerrel akkor ezek után? Én meg bárkit anyává teszek, aki kér. Te is az nem tudom, hogy ismerjétek el, akkor elmondom. Mindegy, időt csinálunk. És hogy... Nem, hogy a Pali bemegy a patikába, és így csinál. Azt mondja a patikus, azt mondja. Kézkenőcs! Öt viagrát szeretnék, mert öt nőt elégítek ki ma este. Szóval jó, tessék parancsolni. Másnap bemegy, csak. Azt mondja a patikus, tudom, öt viagra. Azt mondja, nem, kézkenőcs, nem jöttek el a nők. Imi. A mozdulatot tanulom. Nem lehet megtanulni jelenleges. Születni kell rá. Imi, tudod, mit lehet kapni a rendszertelen nemi élettől? Ja, igen. Na. Mondom, tudod, mit lehet kapni a rendszertelen nemi élettől? Mi? Süketségem! Beszélő térfigyelő kamerákat szereltek fel Nagy-Britanniában, jelentette be a brit kormány. A hangszórókkal felszerelt kamerák operátorai így szóban figyelmeztetnék a szabálysértésen kapott polgárokat. A kormány a vandálok, szemetelők és guberálók megfékezését várja a beszélő kameráktól. A jogvédők az orwelli állam megvalósulását látják ebben, ezért a parlament is vizsgálódna. Ez egy hülyeség. Régen használtam, még én nem nagyon emlékszem rá, de volt egy nagyon jó magyar film, nem tudom már, talán állami áruház, Latabár Kálmán indul munkába, nem tudom, emlékeztek-e arra, igen. És állakodott az Astoria sarka régi, és akkor még voltak ilyen rendőrök, akik is azt mondták, elvtárs maga, ne lépjen le a járdát, akkor aki ott a... Úgyhogy ez nálunk ez régben volt vezetve, csak elment, kiment a divatból, úgyhogy nincs ebben semmi orwelli.
az ég egy világon. Te és a akkor, metróban volt. Például ilyen. Metróban is, igen, metróban. Ne lépjenek a... Keresemil lemegy a járdára, mit mond? Hagyjál már! Keresemil az én fókám lassan. Nekem most egész más tévfigyelő. Egész más tévfigyelő kamerák járt. Nagyon szépen megkérlek a jelenlétemet, te csinálj! Parancsolj, Lajoskám! Menjél. Nekem egész ne más tévfigyelő kamerák jutottak az eszembe, hogy itt a Charles Simonyit kitüntettük, hogy te tudnál űrhajós lenni, hogy két hétig így egész nap néznek, hogy mit csinálsz? Állítólag meg tudnak. Lehet szokni. Persze. Komolyan. Én például néha is tudok aludni közben, de nem. Hát mi szegény Győzikének ki se kellett szállni az űrben, mégis figyelik őt állandóan. Jó, de állítólag azért volt fönt tovább, mert azt mondta, hogy még egy költ a fiúknak, hogy ő fizette. Éve. Ha persze. Mindig egyszerűen bedobni elől a Dob Jam-nél azt a izét, hogy hívták. 16 nap kell te van odafent, azt mondta, hogy nagyon szívesen fölvább. Gyerülne ennek a gyárfás? Én nem tudom, bármilyen. Egyszer voltam olyan gonosz, megcsináltam szegény Nagy Bandó Andrissal. Nem azért mondom, hogy szegény, de tényleg szegény. Hogy, csinál, Apek felé mondom, hogy a Kocka utca című első nagy sikerű, és azóta is nagy sikerű, és első művét, kivágtam az összes közönségreakciót, tehát a nevetést, a tapsokat, és négyen, öten összejöttünk, és azokra a helyekre éneket raktunk bele, hogy ha. A világ legnagyobb gonoszsága. Volt még egy ilyen, amikor a Deák Billnek csak a hangsávát vettem ki a hanglemezgyárból, és egy dobzongorával ilyen vendéglátósan alá kísértették. Kőbánya blues! Pályátok ki! Mondjuk el, hogy jó ember vagy te, Bubina. Ez milyen szép gyerek volt. Édes Istenem, ez a mázdor. Egyszer-kétszer elmondtad, de köszönöm szépen a mai napot. Tényleg gyönyörű, gyönyörű. És akkor ő szép bácsi volt? Ő is szép bácsi volt. Kinek kell még nyalni? Ismeretlenek május 2-ára Viradóra ellopták Kádár csontjait és felesége urnáját a Fiumei úti sírkertből. Gyurcsány Ferenc szerint nem politikai, hanem köztörvényes ügy a sír meggyalázása. A Fidesz szerint sem politikai, hanem kegyeleti ügy, hiszen a végső nyugalom mindenkinek jár. Szép, hogy elismerték a jogunkat a végső nyugalomhoz, de nem lehetne előtte is egy picit? De én szerintem itt az a csúsztatás ebből, hogy senki nem meri, vagy nem merik vállalni azt, hogy ebben ez igenis politikai dolog volt, tehát ez nem, szerintem nem suhancoknak a vidám játéka volt. Hozzá kell tennem, hogy Kádár János, aki nem volt egy nagy nevettető, de Chaplinnek annak idején, nem tudom, emlékeznek-e rá, de ott elmebetegek egész egyszerűen kiásták Chaplin koporsóját, és aztán valami váltságdíjért adták vissza a családnak, de ez szerintem igenis politikai ügy, ahova el kellett jutni ennek az országnak, hogy már ezt is lehet. Következmények. A legborzasztóbb, hogy ez a gyalázatos tettel most Mátét faragnak belőle. Hát már hogy a Kádárból? Igen, igen. Hát azért ne felejtjük el, hogy a Nagy Imét másokkal összedoltozva egy jelentelen sírba temették de el. Ez más dolog szerintem, az egy más dolog, az életében történt. Most az lesz, hogy ez is, meg az is, hogy mindkét. De szerintem az ember, aki ezt csinálta ezekkel a csontokkal, ugyanoda tartozik már, mint aki dróttal összekötözve jelentelen sírba rakta az emberek. Az egy rendszer volt, egy állami megrendelés, ez meg azt hiszem, hogy remélem, hogy az embert se lehet összerakni. De nem baj, ezen nem veszünk most itt össze, azt hiszem. De hát azért veszhetek. A legyen műsor. Azért, nekem azért tetszik ez idézőjelben, vagy azért szimbolikus, mert ebben van benne a legjobban az, hogy mi ebben a mostani időszakban mivel foglalkozunk magyarok, tehát miközben mindenki körülöttünk próbál valahogy haladni minden ország, a magyarok így kaparják elő a csontjaikat. Tehát tényleg, mint az elmebeteg, megőrült kutya, hányjuk elő hát a régi csontokat. Hát ez eddig is ott volt a szekrényben már. Igen, de valahol nézd meg, Judit, hogy amikor már fölgyűjtünk egy tévészékházat, kukákat, meg telefonfülkéket törünk szét,
azért beszélek többes száma hallgatom együtt, mert hát én is az országhoz tartozom, akkor utána már nincs más, mint hogy egy halott embernek kiásom a sírját, és akkor azt elviszem. Szóval hol van a vége ennek? Igen. Nincs már, nincs tovább. Szégyen. Azért is értelmetlen a dolog, mert mindnyájunkban benne van a kárdán, nem tudjuk kitörölni. Tehát ez egy teljes, akárki csinálta, borzalmasat tette, ezt nem tudjuk kitörölni. Nekem fájdalmasabb, hogy ezen a héten egy nagy írótól is el kellett búcsúznom, akinek most már csak a művei maradnak meg számomra. Félelmetes dolgokat beszél össze, majdnem hozzátenném már, hogy vissza. Én egyébként a Kádárral úgy vagyok, mint a Ferenc Józseffel, meg hát a azért mondd el, hogy te a Moldova Györgyre gondolsz, hogy azért értsék az emberek. Én szerintem értik az emberek. Nem értik. A legolvasottabb magyar író. A legolvasottabb magyar író, aki nagy örömöt szerzett millióknak. Tehát én a Kádárral mindig úgy voltam, és pontosan ugyanúgy vélem az ő tevékenységét, mint a Ferenc Józsefét és a Holtét. Tehát én azt gondolom, hogy aki évtizedekig marad a hatalom csúcsán, az nem lett egy rendes ember. Ezért lehet engem kritizálni, de mind a három embernek egyébként megvolt ez a három szakasza. Tehát a gyilkos, a konszolidáló és a... Szenilis. Igen. Másodszor is kisegítettetek. Teddy, én értem, hogy mit akarsz mondani, csak itt útközben az Alföldi Robi kérdezte, milyen voltak a régi május elsőség. Én, ha agyonvertek volna múlt héten itt, akkor se tudtam volna megmondani népszerint, hogy ki volt a tribünön, mert a nevüket se tudtam. Jó, hogy akkor egész kisgyerek voltam, de hát régen nem voltak bulvárlapok, tehát hogy lefotózták a Kádárt, amint éppen gonosz volt, a gyilkolt. Tehát mi erről, akit a családját nem érintették bizonyos dolgok, mi erről egy bügyül, én egy árva szót nem hallottam. Iszkú Béla csókolózik a közévben, azért képzeld el, vagy bőröndöket nézek. János, én most azért beszéltem egy pillanat komolyan, mert el volt hintve, hogy egy ilyen szerény, egyszerű ember volt, aki grízes tésztát reggelizett a hókedlin ülve. Hát ezt hallottuk, bocsánat, a végig, ami én ennyit hallottunk. Na, de mindig az volt, hogy egy szerény ember, akit nem érdekel a hatalom, olyan egyszerűen öltözködik. Ez engem nem érdekel, a Ferenc József is Vasályba aludt, kérlek szépen, csak Kádár János, ahogy mindig maradt. Körülött eltűntek emberek, és ő mindig maradt, és mindig maradt a hatalomban. Hogy lehet szerény egy ember, aki 33 évig ül a csúcson. Ilyet, maradhat a... Nem talált magánál különbet soha? Nem szoktak találni, Teddy. Hát ez nézze, körülnézek, nehéz. Van olyan jó, mint én, nincs. Mindig körülnézett, és azt mondta, hogy hát... Teddy, hát nem nagyon én, kevés embert ismerek, vagy. Aki hát, azt mondja, hogy hú, ez jobb nálam. Igen. Hát akkor legyen ő. Komolyan mondom, hogy már adom a helyemet, mert hülye vagyok, szenilis. Jöjjenek a fiúk. Én ilyet nem láttam, de most se látok ilyet. Régen, mikor gyerek voltam, és ezt a sok fogalmat meg kellett tanulni, hogy revizionisták, meg... Gyerekkorodban gyereket tanultál? Hát megpróbált az R betűt megtanulni. Revizionisták. A Soros Bandi egy kollégánkkal ráfogták, hogy trockista, és szegény azt se tudta, hogy mi az, hogy trockista. Tehát én például a kripto... Répa, retek, magyarul mondtam én, de ilyen ezt... szavak mellett még na is racsolsz, hát megőrülök. Hát. Revizionista, trockista. Mi? A Stalin sokkal egyszerűbb kimondta. Én például évekig azt hittem a kriptokommunista, hogy az... Megőrülök. Kriptokommunista. Azt hittem, hogy kriptokommunista, mert a kriptónak semmi értelme. Tehát... A kripta az se egy mi volt ez, sajókám? Mi volt ez? A Teddy gyerekkorában nagyon nehéz szavakkal próbálkozott, és itt tart. Orbán Viktor is részt vett a legújabb kisgazdapárt megalakulásán, bár szerinte komoly kockázatot jelent, hogy önálló pártban próbálják összefogni a széthúzó kisgazdaszavazókat. A legújabb kisgazdapárt megalakulásán akkor felbukott a legújabb tolján? Nem. Te elment, megnézte őket, őt megenné őket. Megedés Péter, aki tévébemondó volt a Magyar Televízió. Kicsoda? Rádiós kollégám igen, volt. Igen, az igen. Az micsoda? Ő az elnöke, az új kisgazdapártnak, persze. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kisgazdapártot alapítottam. Nem hát tudom. Azért a fél órára mélyne átosan. De nekem azt tetszik, hogy az új, a legújabb, mi van? A legújabb kisgazdapárt. Ez olyan, mint a hadseregsőbb, és holnap bejön, biztos lesz valami. Jó, gondolom. De akkor én miért olvastam azt, hogy a Túri Kovács Béla? Ő előtte volt szerintem. Ő az előző fél órában, tehát ez a keddi kisgazdapárt volt.
Hogy engem félretájékoztattak? Esküszöm, én azt olvastam, hogy a Turi Kovács Béla az elnök, és hogy egyébként meg ők a Kisgazdák Szövetségének is az elnök, aki viszont a Fidesz-szel szövetségben van. De most egy párt, ami most nincsen papíron szövetségben, de biztos, hogy... Most nem akarok átmenni politológiába, de azt kevesen tudják, hogy a kisgazdapártok legnagyobb ellensége Orbán Viktor. Tehát azt hiszik, hogy Orbán Viktor legnagyobb ellensége Gyurcsány Ferenc, holott ez messze nincs így. A legnagyobb ellenségek egy oldalon belül vannak, hiszen a baloldal, jobb oldal egymás váltva 50-100-200 évig különböző formákban itt van az országban, de a kis pártok azok egyszerűen eltűnnek. Gondoljátok el, hogy milyen színes volt a jobb oldal, igen, és ezek a pártok mind eltűntek. Ezek... Hát azért is mondta ő ezt, hogy nem kell egy önálló pártba összefogni ezt a széthúzó kisgazdákat, hogy ez bizony veszélyes. Hát, ezért húznak szét a kisgazdák. Van nekem egy nagyon fura elméletem erről, azt most elmondom, hogy gyakorlatilag... Időben ez mennyi lenne? 30 másodperc, hogy Orbán Viktor nem ismeri el a baloldalt, állandóan azt mondja, hogy illegitim, ugye? Igen. Tehát gyakorlatilag ezt se ismeri, tehát az előbb mondtam, hogy van a baloldal meg jobb oldal, szerintem nincsen. Na most ez oda fog vezetni, hogyha előbb-utóbb azokat is fölfalja mondván, hogy nincsenek, akkor visszültünk az egypártrendszerhez, nem? De ha valaki illegitim, azt hogy lehet lemondatni? Tagozat lesz belőle. Miért? Fidesz baloldali tagozat. Lesznek ilyen tagozatok benne. Ja, szép. És akkor olyan lesz, mint a Hazafias Népfront. Akkor majd megint jön az okos ember, aki odaáll, azt fogja mondani, hogy nem az a baj, hogy nagyobb a hasunk, hanem hogy a pohárban kevesebb a lé. Nem emlékeztek erre az emberre? Ilyeneket mondott? Az melyik volt? Ezt 10-20 éve Nádas Tapssal mondta, és én nagyon örülök, hogy nincs ez jó, a Taps. Jó, de hát 10-20 éve milyen tehetséges ember volt az ember? Nem, én örülök, hogy nincs ez a Taps most, mint de magán. De azt mondja, hogy nem tanulta azóta új számot, de hogy ez ki volt? Ezt ki mondta most, én lemaradtam. Posga Imre! Kicsoda? Akit leretusáltak lakitelektől. És az tapsos mondata volt a Nádasnak. Az annak idején. Igen. David és Victoria Beckham hasonmások fosztogatják Los Angeles exkluzív üzleteit. A hasonlóság azonban nem a véletlen műve, hiszen az Al Beckham pár eddig 70 ezer fontot költött arra, hogy úgy nézzenek ki, mint az eredetiek. A befektetés meg is térült, mert a boltokban Beckhaméknek adták ki magukat, bevásároltak, majd fizetés nélkül távoztak. Na ez a veszély nem fenyeget itt Magyarországon, hogy egy futballista Beckhamnek adja ki magát. Mi annak idején a viszkisről összeszüttem, hogy a Imi. Hát Amerikában nem is olyan híres a foci, vagy nem olyan népszerű. De most ott vannak kint. Na jó, de ez hogy megy, hogy bemegy, és azt mondja, kérem, én vagyok Victoria Beckham, és szeretném ezt a gizagot, és akkor elviszi. Nekik. Én nézegettem azt a rohadt bőröndöket, hogy hát oda jön, semmi. Hasonlítok a Gálvölgyire. Na de ez hülyeség. Ezt a képet tudtam lehozatni magamról az újságban. És az se én vagyok. Ez így megy, hogy fogják, bemennek, és jöjjön, hogy ez reklám, ez még, nekem senki nem magam hajósnak. Mesztelen jöttem ki az üzletből. Azt is elvették. Én egész véletlenül most Rómával láttam a Róma Láció meccset, és amikor a végén bemondták a Totti nevét, akkor ez olyan volt, mintha ő megjelent volna a megváltó. Tehát ott fölrobbant a stadion, nem tudjátok, hogy mi volt. Ez az érdekes a Róma Láció meccs, mert ez a világ egyetlen futballmeccs, amely egy kicsit ilyen politikai színezetű is, mert a rómaiak többnyire baloldaliak, már róma dukkerek, a lációsok azok pedig jobboldaliak. Tehát van egy ilyen politikai stíkje is ennek az összecsapásnak. Ott is ketté vannak hasadva. Persze. A mucika. Na most jön egy találós kérdés, hogy 60 ezer ember volt kint, de... Matematikai lesz, igen. Kétszer annyi volt a Róma drukker, mint a Láció. 120. János? Jutka? 40 ezer és Béla? 20. Igen, gratulálok. Ez az és kérdeztem, hogy miért van. Azt mondták, hogy azért, mert a Róma a pályaválasztó. És itt fennakadt a szemem, mondom már, hogy hát mind a kettő római csapat. Akkor mi vannak többen azért, mert pályaválasztók? Tessék, megfejtés. Na, Júci? Na, Jutka? Semmi matematika. Köbjött? Nem, nem matematika. Felhívhatok valakit? Nem matematika, csak nem jöttem el, aztán úgy mondták. És később?
Tudod miért? Nem. Mert a Láció bérletesek nem mehetnek ki a Róma Lációja, amikor a Láció vendég külön. Na bassz meg, ezért? Veszel egy Láció bérletet, megnézheted az összes Láció meccset Rómába, kivéve a Róma Lációt. De látod, hogy nevetséges vagyok, és tényleg elnézést. Hát vicc, hogy ennyire nem, hogy nem. Ezt azért majd magyarázd el nekem, mert még most se értem. Nem érted? De Laci, jó, akkor gyerekek, most tényleg tök komolyan, nem izéből, hanem... Jó, SMS-eztem, rendben, bevallom, akkor lennél kedves felolvasni azt, hogy derüljön ki, hogy kivel SMS-ezem, és akkor ne szorakodjunk többet. Juci, megtennéd, hogy te, és akkor nincs benne csalás, mindjárt csak megnyitom, és hát ugye a kia is maradt volna a gumicsizmánál, hogy ugye ő a feladó, és akkor ezt légy szíves hangosan felolvasni. Muci, de nincs villany benne. Igen, feladó. Ónodi. Az a főszerkesztőnk neve. Teti népművelési szándékkal átitatott kultúrmissziója nem sok. Tehát ezt a Teti népművelési szándékkal átitatott kultúrmissziója nem sok. Ilyeneket ír a főszerkesztő menet közben. Ja, bele? Persze. Akkor mondd meg, hogy én megüdvözlöm. Egy amerikai kutatás szerint a világ 10 legrosszabb állása a csirkefeldolgozó, a varrónő, a földmunkás, a börtönőr, a bevándorló babysitter, a mosodai munkás, a tetőfedő, a szemétfeldolgozó, a prostituált és az Irakban harcoló amerikai katona. Valamint a magyar bálnatenyésztő, az afgán mogyoró ültetvényes és az izraeli disznópásztor. Most egy pici reklám következik, és utána folytatjuk mi ezt a beszélgetést. Picit meleg lett itt a stúdióban, vagy meleg van, már nagyon régóta, csak az jutott eszembe, hogy a két Jedi megy a sivatagban. Az egyik azt mondja, velem van az erő, mire a másik velem meg a kulacs. Ja igen, ne haragudj, ezzel fejeztük be az előző részt, de hát nem tárgyaltuk ki, úgyhogy hát még egyszer. Egy amerikai kutatás szerint a világ 10 legrosszabb állása, ugyebár a csirkefeldolgozó, a varrónő, a földmunkás, a börtönőr, a bevándorló babysitter, a mosodai munkás, a tetőfedő, a szemétfeldolgozó, a prostituált és az Irakban harcoló amerikai katona. Mert még nem dolgoztak a magyar egészségügyben. Azon spekuláltam otthon, hogy minden foglalkozásban vannak szimpatikus emberek, akiket úgy megszerettünk a irodalomban, vagy a tudományban, hogy mondjátok a foglalkozást. Például egy tetőfedőt mondja az irodalomból. Quasimodo, hát ott fönn dolgok. Harangozó Gyula. József az Ács. Jó, igen. Na, ja, igen. Mondd a foglalkozásokat. Tessék, varrónő, József Attila édes. Ja, az mosornő volt. Mimi. A bohém életben. Bohém életben. Igen, csirkefeldolgozó. Vuk. Figyeljen nagyon a kedves versenyző, földmunkás. Dr. Tolgyán József. Azt mondtuk, hogy szimpatikus. Börtönőr. Frosch. Azt te játszottad? Hobé játszott. A Denevér. Tudom, azt a Latavár Kálmán játszott, azért vigyázzunk. Na de... Jó, csak hát ugye... Rossz az Imi. Már ne ugyan... Igen? Bevándorló babysitter. A Dajka Júliába, illetve a Romeóba. De ez honnan vándorolt be Verónába? Páduából. Jó. Messzinából. Elfogadom, menjünk tovább. Mosodai munkás. Minarik, igen. Jó, köszönöm. Tetőfedő, az meg volt. Szemétfeldolgozó. Kuka a hét ölpéből. Nagyon nehezett kérdezek. Meg egy óra múlva itt leszek, abba is veszem. Lágybince. Igen, tényleg, az nem tudja. Figyelj rám, Tivadarra. És gondolkodjunk el ezen. Prostituált. Mája. Ne hamarkodj el. Mája Magdaléna, nem?
hogy a Mária Magdaléna. Meg a Valei Violetta a Traviátából, a Kamilliát Fölgyből. Megkérdezi, Sasi, hogy bennünket játszotta. Már kikörögte magát a szerepből, de te játszottad. Igen, voltam. Tudom, hát emlékszem. Kamilliás. Igen. Vizidi nélkül még akkor minden. Jó. Tivadar, utolsó kérdés, és akkor tényleg elviheted a Mimit vacsorázni. Irakban harcoló amerikai katona. Hát, ha hazaviszem az eddigi pénzt, melyet nem tudok ebből. Harry Helcseg. Amerikai. Hát csak a belgát tudom, de akit én nagyon szeretek, aki az én példaképem, de ő Vietnámba ment, és őt még solyozták. Az a Herből van. Igen. Csak a közönség kedvéért. Köszönjük, Tivadar. Jöjjön máskor. Jaj, Júci, jól Isten itt telefonált az elő, hogy... 17 éve alakult meg az első szabadon választott országgyűlés. Az alakuló ülést Szűrös Mátyás, a harmadik magyar köztársaság ideiglenes elnöke nyitotta meg, és az elfogadott napirend szerint lemondott Németh Miklós miniszterelnök. Színházi próbánk volt, a Bodrogi Gyuszi rendezte az Éva asszonya című műzikát a Táliában, és akkor behoztak egy marha nagy tévékészüléket a színpadra, és néztük. És akkor azt mondta Gyula, hogy gyerekek, menjünk haza, és ez olyan jó pillanat volt, hogy abban is maradt azért a próba. Ez olyan szín, nem, 17 éve ezelőtt olyan volt, mint egy kis baba, hogy beszéltek a megszülető szabadságról. Azt hittem a Szűrös Mátyásról. De hogy a Szűrös Mátyásról. Olyan volt egy kis baba. Az egész dolog olyan felemelő igen. volt, komolyan, tényleg olyan... Ilyen volt. Kevés és akkor mondatom. Most tessék olyan, mint egy nagy ronda, lakli, pattanásos kamasz az egész. Nem beszélve arról, nem lehet tudni, hogy kinek a gyereke, mert a születéskor a papírokat kicsit elkutyulták. Jövőre leszünk nagykorúak. Na és akkor aztán jó van. Te még idén érettségizni. Vagy idén? Majd te lejegységizel. Hányszor jegységiztél ma le? 35-ször. Mondjál valamit a tételből. 1941-ben alakult, és vezetésével kiáltotta ki. A tomboló tömeg maga előtt tudta a szakszervezet munkásságát, akik mögötte voltak. Utána elfutott az a gondolat, hogy mégiscsak vissza kéne térni az előző időkhöz, de ezt később megcáfolták személyek. 32. alkalom, amikor már megválasztották, akkor mondta ő, hogy tulajdonképpen nem így kellett volna, de mi nem így akartuk. Így emiatt az őt helyettesítő, mint szervi és rendelkezéssel bocsátó személyek. Végére nem emlékszem. Középszintű vagy emeltszintű? Tudjátok, mi a borzasztó ebben? És köszönjük ebbe? A sok konkrétumot. Ebben az a borzasztó, itt a 17 évről beszéltünk, hogy az én Gabi fiam 17 éves, és nemrég volt a Földesi Margit színi tanulájába jár, és nemrég volt egy gála, ahol az én első érettségimet mondta el, és megnyerte. És az a szörnyű, hogy eltelt 17 év, és ugyanolyan hülye, mint én. Az intelligenciának semmi köze az anyagi jóléthez. Miért olvasod ezt a hírt te? Én, mint szegény fiú, állítják az Ohio-i egyetem, állami egyetem tudósai. Az emberek nem azért gazdagodnak meg, mert okosak. Az IQ-nak semmi köze a jó módhoz. Ha valaki nagyon okos, nem véd meg attól, hogy pénzügyi nehézségei legyenek. Nyilatkozta Jay Zagorski, a tanulmány egyik szerzője. Hát ez nagyon nagy megállapítás, én ezt nem is gondoltam volna. Én azt hittem, hogy azok a legokosabb emberek. Kik? Ajos András. Hát a gazdagok. Az új gazdagok, azok pedig az új okosak. Hajós. Azért nem lehet azt mondani, hogy belevágunk a hajós szavába. Tényleg. Néha az a vád ért minket, hogy beledumálunk, de ma valahogy nem. Nem, mi van veled az is? Gyerekek, nem tudok megszólalni. De van ilyen, én például... Hát nem, van az, néha hogy nem egészen ér, nem. Ez a rohadt heroin, ez. Ez nem aztán dől minden. Nem, nekem nem baj.
Nem. Aranyos. Megpróbáltam aranyos. Többször. Arról nem is beszélve, a szünetbe hívtunk mentőt, minden. Így volt. Hajósan. Csak az én telefonomon. De az lesz, lehet, hogy a 120-as IQ-d leszáll 40-re? Tehát... Az én 120-as IQ-m? Mit tudom, frontátvonuláskor, vagy mi vagy? Nekem csak FQ-m van. Én meg ezt az egész hírt nem értem. Jó, hát meg ott ülsz az alföldi helyén, csodálkozol, hogy nem értem. Bandi mindig kiforgatta ezeket a közhelyeket, hogy a pénz nem boldogít, és hozzátette, de nem is lesz boldogtalan rá. Hát ezek, mit lehet kezdeni ezzel, hogy... Lehet volna kutatást csinálni, és akkor kapni állami pénzt. Fordulj magad fele jobbra? Ő nem érti. Nézze. Szia. Nagyjából én... Szorítanának nekem helyet ott, és kicsit átülnék a nézőkhöz. A tokiói szent... De én a barátod vagyok, azt te tudod? Hát... Olyat még nem hallottál, hogy sör mentén? Na nem úgy jönne meg. Meséltem neked azt a Bika viadalt, nem? Amikor... Most egy... fölébredtem. Egy... Igen, figyelek. Figyelek, gyorsan reagálok, humorosan, a lakosság és a saját magam nagy örömére. Igen? Egy torrel elfutott a... Vigyázz, eddig kétel! Nem. Az a jobbik eset, ezt torrelónak nevezik. Torrelo? Igen, a torrelóan csak a Carmenben van. Igen. Az de a torrelo az egyer? A torrelo? Ez három. Három el. A torrelo elfutott a Bik elől, és fújott mindenki az arénába. Amit ott Plaza de Torosnak neveznek. Jaj, ja. És én kérdeztem, hogy mit fújolnak, hát nem látják, hogy szegényt majdnem agyon szúrtam. Azt mondta valaki mellettem, hogy ide figyelj, édes uram, én 2000 pezetáj ülök itt fent, ő meg 2 millió év van ott lent, ha fél, akkor üljön ide mellém. Értem a célzást. Andris, kérdezd meg a Teddytől, mert én nem vagyok beszélő viszonyban vár vele. És a poén? Föl akart ülni a nézőtére! Föl akart ülni a nézőtére! Vagy azt, hogy mit mondott a Bika, mert az is érdekes lenne. Andis. Valahogy nem, trollt van, vagy nem tudom, mi van tényleg. Hát nem, olyan nem lehet, hogy például nem akarok semmit sem mondani. Nem. Eddig ilyen nem fordult elő veled, de... Hát legalább gitározzál. Eddig mindig akartam valamit mondani, most legalább elhiszitek, hogy amikor akarok mondani valamit, akkor akarok mondani de valamit. Nézd ezért, meg, annyira unnakarok... hamarosan beszélsz, hogy két operatőr elkezdett beszélgetni egyébként. Ezt mondom. Minek fárasztok őket? De komolyan, már nem is ebben a baszba beszélnek, hanem így egymással. Hát, ők is úgy nyelv. Kérném a vezérlőt, hogy kicsit távolabb pozícionálják. Nem nevettem, ő nevettet nevettem. De én nem azon nevettem, nem azon. Nekem eszemültet a jégítőjtére. Külföldi tanácsadók alkalmazása helyett a helyszínen tanulmányozzák a kormányok és a miniszterelnöki csapatok működését, a reformok kezelését Gyurcsány Ferenc emberei. Gálye Zoltán ismeri a problémákat, célirányosan tud kérdezni, és gyorsabb eredményt lehet így elérni, mint egy külföldi tanácsadóval, aki lényegében a Holdról érkezik, fogalmazott a hírszerző informátora. Biztos ezért vannak a szekeresék is most Afganisztánban, de tényleg érdekes, lehallgattunk egy telefont, amikor telefonáltak a honvédséghez. Halló, hadsereg! Jó napot kívánok! Ön a Magyar Hadsereg Kft-t hívta. 1-es gomb Magyar Turul Légierő Kft, 2-es gomb Magyar Paraszt Kft, 3-as gomb Magyar Lopakodó Kft. Akciós ajánlatainkról a csillagom megnyomásával érdeklődhet. Halló, hadsereg! Jó napot, Magyar Hadsereg Kft, értékesítés ügyélet. Miben segíthetek? Végre, jönnek itt a repülők. És mit tetszik parancsolni? Hát, jönnek a repülők. Nagyszerű, kérem, több repülős ajánlatunk is van. Most volna egy friss charterünk, fapados, már csak a szárnyon van a hely, de a bukósisakot mi adjuk Korfúra, vagy Last Minute érdekli Gripennel. De itt jönnek befele a repülők, hát tegyenek. Mégis mire valami. Tetszik gondolni? Talán ágyúval. Nagyszerű, számlával vagy anélkül gondolják. Micsoda? Jó, áll csak az áva visszaigénylése miatt. Na most, momentán a tüzérség Balatonvilágoson csinálja egy tűzijátékot, egy multivállalati ünnepségen, de ha előbb külden egy megrendelőt,
De kivel beszélek? Hát ez nem a honvédség! Kérem, ez már a Magyar Haderő Kft. Igen? Hát nincs ott valami ezredes? Bocsánat, az ezredes úr már rég ügyvezető igazgató úr. Na, vele akarok beszélni. Ügyvezető igazgató úr éppen meetinget tart a Magyar Paraszt Kft-vel. Magyar Paraszt? Az Magyar Paraszt, a gyalogság fedő neve. De nem érnek rá ők sem. Adjanak valakit a flottillát! Nem lehet a Magyar Kund Kft. Viszont két hajót jó áron ki tudnék mégis ajánlani. A Habcit meg a Morgót ki. Igen? Uram, értse már meg, itt mindjárt bombáznak. Érte, puskájuk legalább van maguknak? Nincs neki. És nem is kell, két akciós csomagunk is milyen van. Milyen akció? A Hunyadi csomag 300-zal többbe kerül, de 500-at garantáltan lőhet vele, bármilyen irányba. A Rákóczi csomagnál viszont muszáj, hogy magára is lőjenek, de ennek jobb a lefedettsége. Melyiket választja? Jaj, atya úristen! Értem, tábori lelkészi szolgálatot vállalunk. Katolikus, református és izraelita változatban, de ez utóbbi kicsit drágább. Na jó, hát most mit csináljunk, hát megőrülök. Akar rendelni esetleg egy haditervet? Remek haditerveink vannak. De hát itt jönnek. Hányan vannak? Tudom is, hénál. Csak hogy hány golyót számoljunk, azt mondta már, hogy előre kell utalni? Na jó, de valami potyog a repülőkről. Hát viszont nekem jó hírem van. Magam az 500. betelefonáló, részt vehet egy ajándék sorsoláson. Érdekes, mindenki a határmentéről hív. Mi van ott maguknál? Fedezék, bá! Nem is érdekli a nyeremény? Megnyerte a főnyereményt! Micsoda? Két hét egy túlélő táborban. A Népszabadság szerint a Gyermekrák Alapítvány 3 év alatt 1,7 milliárd forintot szedett be, de ebből a beszámolói szerint csak 600 milliót költött adományozásra. A Magyar Nemzet szerint az alapítvány vezetői 100 milliókat költöttek saját célra. 2005-ben legalább 200 millió ment el a működési költségekre a lap számításai szerint. A Gyermekrák Alapítvány minden fillért a kórházak támogatására, illetve a rákos gyermekek megsegítésére költ, állítja Balog István, a szervezet elnöke. Ez egy nagyon szép mondat. Én hosszú évek óta próbálom elmondani, hogy ez egy nagyon gyanús alapítvány. Nem akarok pert a nyakamba akasztani, de attól, amit Balog úr időnként elmond, hogy lufikat osztogatnak a gyerekeknek és bohócokat küldenek oda, úgy tudom, hogy ez a betegség nem múlik el. És arra kérnek mindenkit, hogy attól, mert nagyon szomorú, szerencsétlen kisgyerekeket lát a televízióban, kopasz kisgyerekeket, gondolja meg, hogy hova teszi a pénzét, és olyan alapítványnak küldje, akik pontosan elszámolnak a pénzükkel. Az a baj ezekkel a dolgokkal, hogy azok a tisztességes, becsületes, valóban jó szándékú alapítványok, akik egyébként nagyon jó célokra használják az emberek pénzét, azok kerülnek nagyon-nagyon rossz helyzetbe, hiszen azoknak se fogunk ennyi botrány után adni. De hát most ebből a hírből mondhatunk igent vagy nemet, ebből se derül ki semmi. Én nagyon határozottan azt állítom, hogy ez az alapítvány nem számolt el a pénzével. De akkor mi nem számoltatják el? Tessék? Tehát ez zajlik feltehetőleg. Most ez egy nagyon nehéz erre rájönni. Ő azt mondja, hogy gyűjt, hogy gyűjt, hogy kórházra gyűjtenek, hogy ez a pénz megvan, és gyűjtik. Miközben állandóan meghatják az embereket, tehát perceként kapod ezt a reklámot, ezzel kezd fekszel. Két olyan szó van, ami a legfontosabb a mai életben, a rák és a gyermek. Erre sajnos alkalmasak vagyunk mi is ezt. Ha nem van, sajnos ha az így. A jó, hogyha adunk, de hát hogyha nem de tudjuk, hogy oda hogy menjen, hova, azt honnan tudod, hogy oda megye? Hát bizonyítsa be, és akkor semmi gond. A franciák jobban utálják magukat, mint az amerikaiak őket. Derítette ki egy felmérés, amelyet az International Herald Tribune című napilap készítetett. A felmérés 6 nemzetre terjedt ki, amelynek eredménye szerint a franciák 44%-a nem kedveli a franciákat, míg az amerikaiaknak csak 38%-a vélekedik így. Szerintem mi jobban állunk. Itt Magyarország 50%-a nem kedveli a másik Magyarország. Hát ennél súlyosabb a helyzet, mert az egy szép dolog, hogyha a magyarok nem kedvelnek a magyarokat, csak azt mondják, hogy azok nem magyarok, tehát el se ismerik a másik, hogy magyar. Bár mostan vannak új magyarok, nem tudom, olvastátok-e, hogy nem volt elég, hogy a kongói, hogy magyarabok vannak, hanem Kongóban találtak magyarikat, akik magyarnak vallják magukat, bár cáfolják a hit, de hát én hiszek az újságoknak, ahol én ezt olvastam. És valami... Az a szép, hogy a 15. században azt írták, hogy akkor szakadtak szét a többi magyartól. Szerintem a pákó ők nekik a leszámoló. És Indokínában pedig vannak a bungalik, azok is magyarnak vallják magukat. Bungalik? Bungalik.
Bungalik. És azok hol laknak a bungalik? Bungalóban. Hú, ebből le tudná jegységizni. Bármikból, bungaliból lejegységizom. Dr. Professor Fekete Pákó tanított engem. Ugodjunk, ugodjunk. Na, egy hír kifejezetten Hajós Andrásnak. Az alvás sem elvesztegetett idő többé, derül ki egy friss kutatási eredményből. A nap folyamán látott képek, tanult versek vagy új arcok alvás közben éjszaka rögzülnek. De hát hiszen ne célozgastám, most rögzítem a mondatokat, a képeket, amiket majd hazatérve innen alvás segítségével rögzítek. Tanulok. Tanuló szakaszban vagyok. Mindannyiótoktól ellestem ebben a másfél-két órában valami életre szólót. Köszönöm nektek, barátaim. Óriási színészek, igazi nők, barátok vagytok. Csak ha esetleg elutazunk valahova, akkor én hadd aludjak külön szobába. Jegyet rendelni 061-788-54-01, a telefonszámon lehet a 1917 Budapest Csotóni 40-es, amit címünk. Nézzék meg a Teletext 630-es oldalát, írjanak e-mailt a hetét a kukac.rtlklub.hu címre, a www.rtlklub.hu címen talált a weboldal, pedig nézzék állandóan sokszor rendszeresen. Köszönjük a figyelmet, egy-két múlva találkozunk. A viszontlátásra!